Több település is csatlakozott a Bihar megyei RMDS által indított önkéntes szájmaszk készítő kezdeményezéshez. Szentjobbon néhány napja már elkezdték az önkéntesek a maszkok gyártását, hogy a helyieket el tudják látni a térségben nehezen beszerezhető védőfelszereléssel. Készülnek a szájmaszkok a Bihar megyei Szentjobbon. Önkéntesek varják az adományokból származó anyagból a járvány idején hiányciknek számító maszkokat, amelyek viselése hozzájárul a járvány terjedésének fékezéséhez. Mindenféleképpen fontos, hogy a lakosságot próbáljuk meg megóvni ettől a koronavírus megfertőződéstől, és emiatt kellenek ezek a maszkok. Ugye per pillanat a maszkok nehezen beszerezhetők, pénzbe kerülnek, és ezzel próbálunk mi is az embereknek segíteni. Az anyag az hozzá megvolt, megkaptuk a Ferences nővérektől, az igazgatónőktől, besegítették is anyaggal első körbe, utána pedig a megyei RMDS hozzájárul még az anyaghoz, úgyhogy reméljük is. Ugye van, aki saját anyagát áldozta fel, mivel Varodába dolgozik, vagy dolgoztak, és ezzel besegít ebbe a kezdeményezésbe. A kezdeményezéshez csatlakozott három önkéntesnek a mindennapi elfoglaltság mellett eddig közel 300 védőmaszkot sikerült elkészíteni, amelyek elsősorban az egészségügyben dolgozók, rendőrök, bolti eladók és a 65 év felettiek között osztanak szét. A későbbiekben, amennyiben lehetőség nyílik rá, a falu minden lakójához szeretnék eljuttatni a szükséges védőfelszerelést.